Na akkor... Na akkor nézzük meg ezt a... Íme a fiatalember kályhája. Na és mondja. Mit kell nézni, látni? Milyen gyönyörű. Jé, a kályhába tűz, lobog. Na hát. Na, majd nézzük ezt is. Hú, az anyja, és ott is lobog. Ott is látszik. Nem az. És ha egész leveszed, akkor van-e? Akkor van-e füst? Azt majd a kis edények. Ne, de várjál, azt tedd félre. Tehát így elviszi. Nem érted, amit mondok? Ezt tedd félre, és vedd ki a nagyot is. Egy pillanat. De annyira éget a levegője. Ja, hát akkor vedd ezt. Mégis csak fölhagyjuk ezt. Hagyj, ennyire lehet csak? Uh-huh. Nem látok semmit a kezettől, mert így elviszi még. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy csak ezt így félre szokták. Hogyha azt úgy félrehúzod, akkor is elbírja végig. Ó, ez gyönyörű. Jó. Na. Gyönyörű. Ennek így kell lenni. Tehát még lehet, hogy azt a lemezt is megemelném ott. Ez is világít? Igen. No, akkor nézzük. Itt most nem látszik a láng, csak itt. Ott se nagyon. Dobtam egy keveset rá, szerintem csak jó. Azért. Benézzünk. De ha megnyitod az ajtaját, biztos. Nézzünk be. De még nem forrósodott fő, de így ebben a szerszámmal ezt is lehet. Megvan értve. De az azért kiáll annyira, hogy az nem... Én nekem ez nem biztos, hogy annyira tetszik. Ahogy ég. Ahogy most ég. Na. De megindul. Adjál neki egy pici húzatot. Nem csukjuk rá az ajtót. És szerintem így már dolgozni is fog, mert... De nézzük meg még egyszer azokat a platnikat. Na úgy van. Na, úgy csak már... innen is kap húzatot, és akkor ugye... Úgy van, de nem füstöl miatta, és ez nagyon lényeges. Ez nagyon lényeges. Nézzük meg a kicsit, elviseli, hogy leveszed neki a nagyobbik karikáját. Most akkor ennek, mert az előbb a másik. Így van. Elég is az, amennyire most levetted. Majd erre lehet, ez úgy elviselte, hogy tökéletesen elviselte. Nem füstöl. És szerinted, hogy az egészet levennénk a nagyra, azt elviselni? Szerintem nem. Talán a középsőit, ha kiveszed, azt nem még talán. Azt még talán. Én most nem érzek füstöt, de lehet, hogy annyira átfáztam odakint, hogy azért nem. Annyit nyitogattuk már a tetejét. Jó. Nézzük meg a sütőt. Megsütem ám benne. Micsoda? Hát a pára. De ez mi? Érzed, hogy pára? De ez nem füst. Nem füst, ez... Ez pára. Hagy nyitva neki a sütőjét. Hagyjuk, melegít. Hagy jöjjön a meleg. Hagy jöjjön a meleg. Ez a sarka, az alsó. Az is már forró. Az is meleg? Igen. Mert de ez... nagyon ne érjél hozzá, mert süt. De jön belőle valami... Ilyen pára, vagy mit tudom én, a festék, tudod, mint a kályhacsőben. Igen, a festék. Ezen a fekete kályhacsőben is először megégett így, és volt szaga. Aztán most, hogy öregebb, már nem. Így már nem. Na jó van, fiam. Így már nem mondom, hogy ezt a kályhát nem szabad volt megvenni. Így már meg szabad volt venni. Szépen. Nem csukjuk vissza teljesen, így ennyire hagyjuk nyitva. Igen, és a festék az akkor is megég. Az persze. Tehát az... Látod, itt is füstöl. Hát azt mondom. Tehát, de látod, erről is le van. Ez nagyon káros. A festék ott. Erről is megvan, hogy hívják hova. Jó. Tudod, fiam, láttuk, amit akartunk, akár mehetnénk haza, hogy ne sütétbe köljön a hóba botorni. Erre vagyok kíváncsi, hogy erre. Há,
Hát túlságosan nem érzik, tehát inkább az a puttony része az, aki melegít. De ez is itt a puttony. Ennek csak a teteje. Mindenütt melegít ez itt is. Úgy, őszintén nem szóval... Nem majdnem odáig olyan köd van. De nem füst. Nem. Az azért egy kicsit jó, hogy nem füst. Ez a fekete festék, ez... Ez a festéknek. Ki. De ezt állítsuk le, ezt a videót. Ég. Szerintem... Nem operatőrködsz? Szerintem... Na látod, itt még mindig nagyon elállja a kezem. De a tetejében ott is fogod. És innét meleg csak. Tehát én ezt megcsinálnám, hogy kerülje meg a füst a... Jó, ez így úgy is forgatni külön. A sütőt. A sütő belsejét, hogy megkerülje a füst. Na, akár a láng is. Én azt megcsinálnám vele. Hallott, hogy ég most már? Hallom, csak még most nem nagyon érzem. Én érzem? Na, hagytam balondosan. Már ja, de még mindig meg van nyitva az ajtaja? Itt aztán már nagyon ég, ezt megkülem. És hogy bekormozódott már a platnia? Tényleg szépen ég a tűz benne. Igen. A platni, az öntött vas platni meghúzta magát, meghúzódott. Jó lesz ez. Csak ki kell most egy kicsit égetni. Na. Itt van ez a víz. Ez a kézmosó vízünk. Ez a kézmosó víz. Ne fagyjon le a kezünk, Niko. Na. Figyelj, levesszük ezt és ide rakjuk. Hát épp ilyet akartam mondani. Nem kormozza, de összekormozza. De összekormozza, akkor ne. Hát ez mindegyiknél úgy van. Bár ott nem biztos, hogy kormoz. Légy inkább, mert itt... Mert? Ott annyira nem nyár alá, látod? Na, akkor itt akarod? Ezt a közepit? Üld le. Azért nem lesz szám ebbe a konyhába olyan nagy meleg, majd abba a de. Másik sarokba. Ez forróság, ez nagyon jó. Be fog fűteni ide. Nagyon jó teljesítmény van neki. Magához képest, mondjuk így. Na, jó van. Vége a gyereknapnak, videó bezár. Jó? És akkor... Igen? Megállítjuk. És akkor majd legközelebb meg azt videózzuk le, hogy miket sütünk. Hogy palacsinta sütés lesz a... Igen. Fölötte Antinak a mániája. Aztán meg majd cipót sütünk a Lernibe. Úgy van? Vagy süt? Úgy van. Mert én a Lernibe még kalácsot is... Én inkább azt sütnék benne, akkor azt. Emlékszel a másik sparhet, ami a szobában van? Abban milyen finom kalácsot lehet sütni. Most ez igaz lehet? Már melegszik a víz rajta. De akkor... Már gőzöl a víz. Már langyos. Jó, nem is sok a víz, de hát ez már... Ez már jó. Na, megáll a videó. Viszlát, hall. Köszönjük a figyelmet, kedves nézőink! Jó, rosszul áll a hajam, úgyhogy ne videóz. Köszönjük De videózom.
Köszönjük a figyelmet, de most a Sparhet a videó lényegű, úgyhogy azt így van. Köszönjük egy pillanat a Sparhetre, egy pillanat. Köszönjük a figyelmet. Figyelmeztetőre. És megköszönöm a feliratkozásokat. Tetszett a videó, nyugodtan lájkoljátok. Sziasztok. És a metróban még lehet venni ilyen kályhát. Igen, még van egy balosuk nekik, egy baloldali. De van nekik egy jobbosuk is. Ja, meg egy jobbosuk is. Úgy van, még lehet venni. Na, jó van akkor. Köszönjük szépen. Szép napot, szép vasárnap estét.